Egyeduta egykor önálló falu volt, már a korai Árpádok idején is lakták. Neve 1373-ban bukkan fel először egy oklevélben. A Nagykanizsától délnyugatra, nem messze a Mura folyótól lévő település, 1935 óta Letenye település része. Egyedután mindig is a keresztény értékrend szerint éltek, dolgoztak az emberek. A Szent Antal kápolna alapító okirata nincs meg. 1799-ben egy kemény kőből készült Mária szobrot állíttatott a falu, mely a kápolnában található. A legelső harangról 1830-ban tesznek említést. Egy körülbelül 40 kg súlyú harangot jegyeztek fel, és Szent Mihályról nevezik, amely valószínű egy faharanglábon volt elhelyezve. 1858-ban Tóth János községbíró kőkeresztet állíttatott a település központjában. Majd utána körülbelül 1859-1864 között megépült téglából a harangláb viséző fülkével. A kápolnát az 1865-ös térképen már feltüntették. Az első világháborúban, 1917-ben ágyűöntés céljára elvitték az egyedutai kápolna harangját is. Ezt a harangot Toplek Antal öntette Varasdon. A háború után 1920-ban Gál György és neje Király Anna új harangot rendeltetett, melyet Szombathelyen készítettek. A 62 kg-os harangot a Szent Család tiszteletére szentelték fel. Északi oldalán páduai Szent Antal, ölében a kis Jézussal, a déli oldalán pedig Jézus szíve keresztel dombormű látható. Ezért a falu védőszentjének az ünnepén tartják a falu búcsúnapját, Antalnap vagy azt követő vasárnap. Először csak keresztjárás volt, majd 1949-től kezdetben külön püspöki engedéllyel tartották a szentmiséket. A misézőfülkében lévő Szent Antal szobrot az első kápolnai búcsú alkalmára ajándékozta Skoda István. Páduai Szent Antal áldozó pap és egyháztanító az egyház egyik legnépszerűbb szentje. Szobra szinte minden templomban, kápolnában megtalálható, mely angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences ruhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal, vagy a rászorulóknak juttatott kenyérrel. Aki hívő katolikusnak gondja baja van, végső menedékként mind hozzáfordul. Ő többek között a szegények védőszentje. A búcsuk megtartása a 60-as években vált újra rendszeressé. Páduai Szent Antal ünnepén az egyedutai kápolnánál szabadtéri szentmisével kezdődött az ünneplés. E napra díszkapukkal, zöldággal, koszorúval díszítették fel a község utcáját, melyen a körmenet a falu kápolnától a temető kápolnáig vonult, mert csak itt lehetett megtartani Letenyén az úrnapi körmenetet. A menetnek szigorú rendje volt. Elölvitték a zászlókat, majd a gyerekek, férfiak, az egyházközösség képviselőtestülete, az első áldozó lányok, akik az előző nap összegyűjtött virágszirmot hintették az oltári szentség előtt, a minisztránsok, a pap az umbella alatt, majd az asszonyok és a lányok. A négy sátrat zöldágból fonták, virággal díszítették, belsejét fehér csipkés terítővel borították. A sátorban lévő kis asztalra Mária vagy Jézus szobrot, valamint gyertyatartót tettek. Mikor ideért a körmenet, a pap a kezében az oltári szentséggel belépett a sátorba, felolvasta az ide vonatkozó evangéliumot és áldást adott. A szentmise és a körmenet alatt elcsendesedett a ringlis, a céllövöldék, a dobozdobáló, hogy amikorra a menet visszatért, újult erővel kezdetét vegye a jókedv, a szórakozás. A hangosítón keresztül mise után egész nap szólt a zene. A vidéki rokonok is hazajöttek, komák, barátok együtt mulattak, este pedig
az idősebbek is a bálba mentek. Egyed után ma 403-an élnek. 2021. június 13-án új Szent Antal szoborral gazdagodik a városrész, mely köztéren kerül felállításra. A hívek imádkozhatnak és segítségét kérhetik bajban, veszélyben. Reméljük, a Szent Antal napi búcsúi hagyomány még sokáig megmarad. Maradj mindig velünk, ó Szent Antal! Légy a mi állandó pártfogónk, segítőnk, vigasztalónk és közbenjárunk Istennél, hogy őt egykor veled együtt magasztalhassuk, örökkön, örökké. Amen.